A homárok azok puha állatok egy kemény páncélban. Úgyhogy a homárok, a puha részük, maga az állat, az tud növekedni, de a páncéljuk nem növekszik. Úgyhogy ahogy nőnek a homárok, egy idő után belakják a páncélt, és az elkezd kényelmetlen lenni nekik, és elkezd fájni mindenük, mert már nincs helye a páncélban a homárnak. Ha épp nem akarja ő semmit megenni, ha van egy kis nyugta, akkor a homár ilyenkor bevonul egy nagy kő alá ahol biztonságban van, ott ledobja a régi páncélt, és pár nap alatt növeszt magának egy egyen nagyobb új páncélt. És akkor ebből pár dolog, ami cégvezetőként szerintem nagyon, nagyon jól visszajön. Az egyik, hogy ha növekszünk, akkor előbb-utóbb mindig elérjük azt a pontot, amikor elkezd fájni minden. És a fájdalom, az nem egy rossz dolog az életben, a fájdalom egy jelzés arra, hogy változtatnunk kell valamin. Mert ahogy csináljuk, úgy tovább már nem lehet vinni. Amikor erre a fájdalomra reagálva akarunk egy nagyobb páncélt,